katonára. Átvette a fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű embereken segítő alapítvány elnöke az adományokat jelképező oklevelet Jakab Istvántól, a Magyar Országgyűlés alelnökétől, illetve a Magyar Gazdagkörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnökétől. Ezt a búzaadományt a magyar gazdáktól gyűjtötte össze a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programon belül. Mészáros Andrea, az alapítvány elnöke az átadó ünnepségen azt emelte ki, idén nagyobb szükség van az összefogásra és a segítségre, mint valaha. Az általuk elhelyezett 600 megváltozott munkaképességű ember több mint fele vesztette el a munkáját idén, így több száz család került nehéz helyzetbe. Nekik juttatják majd el ezt az 1500 kg lisztet. Amikor leépítés van, amikor racionalizálni kell egy munkáltatónak, akkor először azoktól az emberektől válik meg, akik munkája talán majd a később évben pótolható lesz, úgyhogy tömegesen vesztették el ügyfeleink, akiket az elmúlt 15-16 évben elhelyezni segítettünk elhelyezkedésükben a nyílt munkapiacon, tömegesen vesztették el. Én azt gondolom, még nincs ugye meg az éves statisztikánk, de az ügyfeleinknek közel a kétharmad része, akik állásban voltak és dolgoztak, most elvesztették a munkájukat, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk mi is azokat a lehetőségeket, hogy talán a gazdaság, ha újraindul, akkor ők ismét el tudnak helyezkedni. Ők lesznek elsősorban azok, akiknek segíteni szeretnénk ezzel az adománnyal, illetve kisgyerekes családokat segítünk, még támogatunk különböző szolgáltatásokkal, és hát ott is azért azt tapasztaljuk, hogy nagyon komoly nehézségek vannak, úgyhogy ők lesznek a másik kör, akikhez próbáljuk eljuttatni, vagy akikhez el fogjuk jutni az adományt. A Tamási Karitász Egyesület kapta meg a másik 1500 kg lisztet, amit elsősorban nélkülöző több gyermekes családokhoz juttatnak majd el. Nagyon nagy szükség van erre a mi körzetünkben, környékünkön. Tamási egyébként is társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségnek minősül, és nem csak a városban, hanem a város környéken is nagyon sok a szegény sorsú ember, a szegény családok, és lesz hova ajándékoznunk, adományoznunk. Már kigondoltuk, hogy mit kezdünk ezzel az adománnyal. A raktárunkban 30 tartós élelmiszercsomagra váró adomány van, ezt a Pécsi Egyházmegyétől kaptuk, és ezek mellé, a csomagok mellé fogunk majd lisztet is adományozni. Így teljesebb lesz, és igazán tudnak mit kezdeni a családok vele. Ugyanis az az elvem, hogy elsősorban a gyerekes családokon próbálunk segíteni, mert attól szörnyűbb dolgot nem tudok elképzelni, ha egy gyerek éhezik, ha egy gyerek fázik. Tehát rájuk fókuszálunk elsődlegesen, és a másik, hogy mindig viszonylag nagy csomagokat készítünk, hogy hatható segítséget tudjunk nyújtani. Ez alatt azt értem, hogy néhány napra elegendő, vagy néhány hétre elegendő élelmiszer jusson el egy-egy családhoz. Vendégedit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt emelte ki, megható, hogy a magyar gazdák akkor is segítenek, amikor nekik sincs könnyű helyzetük. Az időjárási viszontagságok miatt ugyanis a gabona minősége és mennyisége is elmarad az átlagostól. 9,8 tonna búza gyűlt össze, amit a Bonyhádi Gabó Kft.-nek a malmában őrölnek meg, és két adományozott szervezet részére juttatunk el, akik 1500-1500 kg lisztet fognak tudni majd a megfelelő rászoruló családok részére eljuttatni. A Magyarok Kenyere Alapítvány, a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által közösen szervezett Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 10 éve indult. Jakab István, a MAGOSZ elnöke azt emelte ki, ez a program az összefogásról szól. Határon belüli gazdák összefogásából, kárpát-medencei, majd pedig az egész magyarság összefogása lett, hisz ma már a Kárpát-medencében több mint 3000 adakozó van, és közel 500 tonna az a mennyiség, amit ők összeadnak. De a diaszpórából is folyamatosan érkeznek megkeresések. Úgyhogy végül is ez a nemzet összefogásának az egyik pillérévé változott. Az is az idei tapasztalatok közé tartozik, hogy az a
tudás, tapasztalat, ami feltétlen szükséges a magyar kormány által határon túlra adott támogatások hasznosulásához, az rendelkezésre álljon. Mert ennek az összefogásnak a keretében, ami emberek közötti kapcsolatot jelent, ami szervezetek közötti kapcsolatot jelent, ami kutatóintézetek, tudományos intézetek közötti kapcsolatokat, oktatási intézmények közötti kapcsolatokat jelent, ez azt hozza magával, hogy az adott támogatás az sokkal jobban hasznosul, hisz át tudjuk adni azt a tudást, képességet és kapcsolatokat, aminélkül nem lehet versenyképes már egy vidéki gazdember. 2010-ben 10 tonna, míg 2020-ban közel 1000 tonna gabonát gyűjtöttek össze a gazdák Magyarország területéről, és a Kárpát-medence magyar lakta régióiból a Magyarok Kenyere programon belül.